Sziasztok, ez itt a heti animék borutós verziója, immáron a 210. epizódjával. Nagyon jó részt láthattunk, és egész ügyesen varták el a borosszálnak a történetét. Kiderült, hogy mennyire tudott nyomást gyakorolni a követőire, illetve arra is választ kaptunk, hogy Sai, illetve Konohamaru hogyan kezdett el nyomozgatni. Deltának a belépője valóban nagy durranás lett, és a lézerei elképesztőre sikerültek, illetve arra is választ kaphattunk, hogy a lézerei hogyan tüntetik el az embereket. Elcsíphettünk egy érdekességet Jiggerről, illetve a Karának a menekülési szándékáról. Kód feladatáról is megtudhattunk valamennyit a Karás Gyubinak az őrzésének köszönhetően, illetve arra is választ kaphattunk, hogy mit jelenthetnek a trónok Jigennél. Az ábrázolások kiválónak számítottak a női szereplőknél, de az a helyzet, hogy Konohamaruék ismételten olyat tettek, amiért tényleg igaz rájuk egy kicsit, hogy gyengébbnek tűnnek a képességeikhez mérten. Az első jelenetben egy mangás eseményt kaptunk, csak abban tér el a jelenet, hogy két borutós manga jelenetet tettek egybe, vagy később is mutatnak majd egy kódos őrzést. A manga szerint ebben a jelenetben Kód csupán simán állt, és az emlékezetes ásítása jóval később történt volna meg a manga szerint. Az unottsága érthető volt, elvégre olyan feladattal bízták meg, amihez az a jó, ha nem kell akcióznia. Ellenkező esetben felütné a fejét a gond, hogy valaki megtalálta a Kara Jubiát. Érezhetően el akarják rejteni a Jubinak a létezését, és ahogy a Jubi ebben a jelenetben elkezdett nézni, jóval emberi pillantást produkált, mint a múltkor. Lehet, hogy mindent érzékel, ami a környezetében zajlik, és ezáltal nem csak egy éhes szörnynek látszik. Egyre valószínűbbnek tűnik az, hogy ez a Jubi egy visszaalakított Otozukinak számít, és ha ez lesz majd az igazság, egészen érdekesen járnánk azzal, ha a történet egyszer rávilágítana arra, hogy egy Otozukinak hogyan lehetett ilyen a sorsa. A Jubi rajzolása káprázatos volt, és Jigen se panaszkodhatott, ahogy a trónjában üldögélt. Delta jelenléte ebben a jelenetben teljesen az anime érdemének számít, ugyanis a manga szerint a hősnőnk ebben a jelenetben egyáltalán nem is volt jelen, és csupán Kód volt jelen a dimenziós, illúziós kivetítés segítségével. A hősnőnk szerepeltetése fokozta az élményt, de ahogy elkezdett beszélni Boró vesztéről, rájöhettünk, hogy cseppet se szívlelik egymást a karatagok. Az Akatsuki tagok között is megvolt ez a könnyen eldobás, de inkább azt érezhettük, hogy a ninja végzetük miatt voltak ilyen elengedőek, vagy akkor, ha viszály alakult ki közöttük egy-egy tag miatt. A karatagok bizonyára csak Jigen miatt vannak egyben, és ha nem lenne, akár ellenségekké is válnának. Jó döntés volt Jigentől, hogy ennyire elkezdte félteni a Jubit Konohától, de ez a fajta félelme egyúttal attól is lehet, hogy mégse gondolja olyan könnyen legyőzendő ellenfélnek Narutóékat. Igaz, hogy még Kód is úgy éreztette, hogy simán lenyomná Narutóékat, ám reméljük, hogy ez nem fog valóra válni, és a hőseink erősebbek a karatagoknál. Jigen bár speciális esetnek számít, de az a helyzet, hogy ő az új képességei miatt tudott Narutóék fölé kerekedni, és pusztításban nem lehet több náluk. Ugyan képbe került az, hogy Borónak mégse volt egy pót teste, ahová lementhette volna magát, ám még most se gondolhatjuk azt, hogy végleg elveszítettük. Hiába mondták azt, hogy semmi sem maradt belőle, lehetséges, hogy a hősünk Jigen tudta nélkül is biztosította magát. Kemény volt Deltától, hogy itt szétkapta Narutónak a börtönét, ami Jigen erejével alkotódott meg. Mert úgy érződött, hogy Kawakiék nem csak azért nem mertek hozzányúlni a bödönhöz, mert esetleg Naruto odabent megsérülne, hanem inkább azért, mert egyszerűen nem bírták volna összetörni a Jigen erejével alkotódott börtön. Nagy érdekesség, hogy a trónok ugyanolyan mintát mutatnak, mint a Karás Jubinak a szeme. A trónok lehetséges, hogy a karatagokat jelképezik, de az a helyzet, hogy az ő megjelenésükben egyáltalán nem fedezhetjük fel a hat pöttyös Rinne Sharingant, így ez a jelzés mindenképpen az Otozukikhoz köthető. És pont annyi trón látható, mint amennyi Otozukit eddig elhintettek a táblákkal. Elképesztő lenne, ha a Momoshikiék mind ismerve egymást valamikor innen indultak el erről a helyről, és valamikor mind egyszerre üldögéltek ezekben a trónokban. Jigen energia hiánya döbbenetes észrevétel lett, hiszen már eltelt több nap is a harc óta, és még mindig nem töltődött fel. Ez azt jelentheti, hogy az ő számára gyengeségnek számít ez a sok energia használat, de még inkább az érződött le a jelenetről, hogy ő egyáltalán nem is tud sehová innen mozdulni jelenleg, mert nincs elég energiája hozzá.
Lehet, hogy attól fél, hogy egy Naruto szintű ellenség rajta ütne, vagy igen szándékosan szeretne egy helyen maradni, mert megérezte, hogy valami készülőben van. Mivel a Kara a dimenziók között tud mozogni, igazából Narutóiknak esélyük se lenne megtalálni a búvó helyüket. Valójában csak Sasuke tudná őket követni, de ő is csak egy nyom miatt találhatta meg a helyet, és azóta se kaptunk választ arra, hogy ez hiba volt-e a Karától, vagy valaki direkt tett keresztbe Jigenéknek. Az irodás jelenet jó rajzolásokat adott a számunkra, és a történet szálát illetően is érdekesen közelítették meg a boros történetnek a végét. Csodás rajzolást kaptunk, amikor fújta a szél Konohamaruékat, és még jól is állt rajtuk a köpeny, illetve illettek a hegyvidéki környezetbe is. Kiderült, hogy Borónak a szervezete valódi vallásként vonulhatott be a Naruto világába, ezért fogadhattak látogatókat, és ez azt jelenti, hogy lehetséges, hogy nem csak Boró imádja az Otsutsukikat. Ez pedig utalásnak számít a valóságra, hogy ahogy a Boruto világában is valós isteni jelenlétek alkottak meg egy hitrendszert, nálunk is egy valósnak vélt isteni jelenlét miatt született meg a kereszténység Jézus által. Új hősnőként bemutatták a számunkra Akarit, aki a hajával tervezettségét illetően a tipikus tisztességes hősnőket képviseli. Eléggé agymosottnak látszott, ahogy beszélt Boróról, de kíváncsiak lettünk volna arra, hogy milyen úton került a kolostorba, hiszen csak annyit tudtunk meg, hogy volt egy Kagari öccse. A másik két tagunk Shirabe, illetve Tsuzumi folytatta a hétköznapi karakter kialakításokat. Ám kilógónak hat, hogyha egy hegyvidéki kolostort választottak az Otsutsuki vallás székhelyének, furán jött ki, hogy a keresztény vallás mintáit képviselték a tagok megjelenései. A hangulat kedvéért jobban jártunk volna, ha inkább a buddhizmus szerzetesei elevenülnek meg előttünk megjelenésben. Az, hogy Boró közössége nem tudott a vezetőjük bukásáról, megerősíti azt, hogy a Karában semmilyen részvét nincs a tagok között. Pedig milyen látványos lett volna, ha a Jigenék megemlékeznek Boróról, sőt még a temetést is megszervezik. Tsuzuminak a lebukása pompás ábrázolásokat eredményezett, a menekülési terve ellenben hagyott kivetni valót maga után. Abban bízott, hogy az elszabadult vírus majd hatni fog az ellenfeleire, de hát etette magát a helyzet, hogy ebben a jelenetben kellett volna a tagunknak valamilyen szörnyé átváltoznia. Míg amikor az ellenség el tudott menekülni, nem teljesen úgy jött le, hogy Saeik ezt direkt hagyták. Inkább az látszott, hogy Boró embere végül nem tudott hová menekülni, ami azt jelenti, hogy egy sima ember gyorsabb tudott lenni a ninjáknál, ami hiteltelennek számít. A gyűlésteremben hatásos volt, amikor Sai leleplezte Boró bűneit, és arra számítottuk, hogy itt mindenki áldozat lesz. Csodálatos rajzolásokat fedezhettünk fel Akarinál többször is, amikor kiemelték a csodálkozását, vagy éppenséggel a szomorúságát, mert nem csak az árnyékolás volt patent nála, hanem a mély színeket is jól használták a készítők. Ám az is jól nézett ki, amikor a hősnőnk összetörve elbújt, mivel nem csak a fájdalma volt minőségi ábrázolás, hanem az is, ahogy rávetült a sötétség az arcára. Meglepőnek számít, hogy egyedül ő számított áldozatnak ebben a szálban, de az is lehet, hogy igazából csak az öccse haláláról nem tudott, és a többi ügyből ugyanúgy kivette a részét. Inori egy befolyásolt hukként mutatkozott be, így a megváltozása nem csak lesújtó lett, hanem rossz hatással is lett a karakterére. Olyan arcot vett fel, amint közölte a többiekkel, hogy neki jó volt Boró világában lenni, mintha egy felfuvalkodott fúriával találkoztunk volna. Ha merészebb ruhába teszik, még hatásosabb lehetett volna a személyisége, és az is kapóra jöhetett volna, ha harcolni is tud. Lehet, hogy igazából tovább tartott volna ez a történet így, mert igazán érződik róla a gyorsított lerendezés, és ezt éreztette Inori is, amikor érdekes módon átváltott a kiszolgáltatott falusi szerepbe. Konohamaru és Sai adhattak volna a nézőknek egy közös akció jelenetet, ám sajnos a Sai tényleg csak infókért küldte őket erre a helyre. Pedig mesés lett volna, ha egyszerre mennek neki Delta ellen, és ha nem is győzhettek volna, legalább bizonyíthatták volna azt, hogy van bennük kurázsi. Az ütős duranás Delta tudta megadni, aki valódi végrehajtóként jelent meg, és ez a lépés Jigentől utalást tett arra, mint amikor a maffia eltünteti a nyomait. A karás kapunál lévő szikrák minőségi rezgést tudtak produkálni, és csupán a részletesebb folyékorajz hiányzott belőlük. Delta lézere hatalmas látvánnyal érkezett, így az effektje volt olyan jó, mint a Naruto elleni harcakor. Furcsaságot ellenben érezhettünk, mivel a hősnőnk úgy kezdte el lövöldözni a lézereit, mintha a történet megfeledkezett volna arról, hogy ezt a támadást csak párszor tudja használni a sok energiahasználat miatt. A földrengések a lézerek szórásai miatt voltak, és lehet, hogy Jigen azért Deltát küldte lerombolóként,
mert csak neki van olyan ereje, amivel lebonthat egy ekkora épületet, és gyorsan elkaphatja a lézerével a menekülő embereket is. Az is megesett persze, hogy Delta azért képes ennyi lézert használni, mert új testre tudott szert tenni, és minél többször költözik át egy új testbe, annál erősebbnek bizonyul. A lézer ijesztően találta el az áldozatait, mert ami Kavakinál csak egy végtag elhullást láthattunk, ezúttal emberek porlattak el. A megvalósítás olyan volt, mintha az áldozatok felfoghatatlan gyorsasággal égtek volna el, és mindezt mi folyékonyrajzos porladással kaptuk meg. Feltűnő volt, hogy Konohamaruék nem tudták megmenteni Inoriékat, noha azt vártuk volna, hogy nőket nem hagynak meghalni. Ráadásul Inori nem tűnt olyannak, mint akinek a lelkét már nem lehetne megmenteni, így az elvesztése direkt azért kellett, hogy a szálat ezzel még jobban el tudják varni. Delta repülő póza varázslatos volt, elvégre lobogott a köpenye, és a kíméletlensége is nagyon átjött. Folyékonyrajzos effektet láthattunk a rakétaszerű lábainál, csodálatos színezéssel, ráadásul nagy duranás, hogy őt most ebben a jelenetben meglátták, és ez eléggé nagy változtatásnak számít a Boruto mangához képest. A veresége és a testei leleplezése óta még a mangában sem mutattak semmit a hősnőnkről. Így az, hogy Narutóék megtudták, hogy Delta életben van, nagyon meg fogja kavarni a történetet. Különös, hogy Akarit nem írták ki, így esélyes, hogy vele még tervezni fognak, és ahogy gyászolt a naplementében, a látvány is nagy volt a képernyő. A rész végén megkaptuk azt, hogy Borónak a terve mire terjedt volna ki, és az lett a válasz arra, hogy Boró különböző mesterséges tárolókat szeretett volna létrehozni, ami azt jelenti, hogy mégse az istenfának a másolatát szerette volna kinöveszteni, mint ahogy annó Viktor úr tette. Nagy rejtélyt adna az, ha lennének más tárolók is Borutóékon kívül is, ezzel ugyanis az Otsutsukik száma még inkább megnőhetne. Lehetséges, hogy a sorozat ki fogja használni Konohamarunak a szomorúságát, és milyen nagy duranás lenne, ha felturboznák a hősünket, és ezáltal később ellenfélként kiosztanák a számára Deltát. És úgy tudna erőhöz jutni, ha ráterelnék őt egy új technikához, vagy ahhoz a remete módhoz, amiről korábban is találgattunk. Véletőleg lesznek még neki majmos idézései, amiben beleszámít a korábban látott kis majma, de az is lehet, hogy társulni fog Emmával, sőt még ott vannak neki a békák is. Naruto nézése elég gonosznak számított a szemhéjai ábrázolása miatt, és ez tetézte mindazt, hogy elvileg esélyt se adva szeretné eltávolítani az összes karatagot. Ha nektek is tetszett Delta kivégzős megjelenése, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleltek, szerintetek mit jelképezhetnek Jigennek a trónjai? A következő részben Kakashi visszatér a képernyőre, megidézik a számukra azt az időszakot, amikor Narutóék speciális küldetéseket csináltak. Inojinék mellett Chocho is ki fogja venni a részét a játékidőből, és a nagy kérdés az lesz, hogy tényleg Kashi Kojit szeretnék-e elkapni, vagy valaki más? Lesz nyomozgatás, titkolózás és a csapatmunka ereje, de vajon le tudják-e buktatni az ellenséget? Ki ne adjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti animék Borutós változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor! Addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért!